Ilyenkor beérünk. Milyen 30 év távlatából így visszagondolni? Azért is raktam ki ezt a diagramot, hogy ez már emlékeztessen rá, hogy milyen bennem legyen, hogy mennyi időt eltelnek, hogy mire készülök mostanában. A Spartatlonnak, az Athén Spartának szeptember 25-én vágunk neki, utolsó 3 hónapban, ez lesz szerintem, ezzel fogok felkelni és aludni, úgyhogy furcsa érzés még, hogy eljött ez a pillanat, és úgy néz ki, hogy el fog jönni. 30 évet terveztem igazából, de most 29 lesz, ez még jobb érzés egy évvel. Ez mindig főhelyen van, úgymond, ez a 91-es kupa is élen. Akármilyen versenyről beszélünk, tényleg a Spartatlont, azt mindig is a szívembe zártam. Neked csak sikeres Sparta teljesítésed volt? Igen, 89-ben 30 órával egy 9., utána volt egy harmadik hely 90-ben 24 órával, és akkor 91-ben nyakomba esett. Én mindig ennek tulajdonítom, hogy mert amikor harmadik voltam, akkor a Kúrasz ott volt, ő volt az első, Patrik a második, Mike Patrik az angol, és 91-ben ők nem indultak, és így, mivel ők nem voltak, így sikerült nyernem. De sajnos egy óra bent maradt, úgy érzem, de 24 óra. Annyi idő lett, mint 90-ben, de hát a Kúrasz, tudni kell, hogy ő 20 órát futott, úgyhogy ő egy más világ volt. A Spartatlonról igen, ezt tudni kell, hogy az a nehéz, nem a felkészülés a nehezebbik része, hanem szállásokban fizetése, utazás, kísérők. Úgyhogy sajnos az annyira anyagias lett, úgymond ez a verseny, hogy a Lorán fel a cégeket itt említeném, a Magyar Futóklubot gyűjtést terveztek, így elérhetővé vált, most már majdnem 100%-osan ott lehetek. És az ő segítségük nélkül meg mindenki tényleg, aki beleadta ebbe, van, aki csak 1000 forintot adott, szemeléről egy nénike 1000 forintot küldött, hogy annyira aranyosak. És az annyira jó érzés számomra, hogy ennyire megtisztelnek vele, és tényleg tiszta szívvel köszönöm mindenkinek, mert nélkülük. Miért szerettél meg ennyire futni, és miért lett a futás az életed? Az általános iskolában Baktakékre jártam suliba, és mindig lekéstem a buszt, az iskolatársaimnak odaadtam a táskát, és szépen átfutottam a suliba. Ők mentek busszal, én meg átfutottam, és ezt beszélünk, 12 éves lehettem, és az annyira a rendszeré vált, hogy a tesi tanár rájött, hogy versenyekre kell járnom. Támogattak benne, úgy érzem, akkor is ez sokat számított. Már akkor is kiderült, hogy gyors vagy, vagy akkor derült ki igazán, hogy nagyon sokat is tudsz futni? Inkább a mennyiség, de érdekes módon a gyorsaság is nagyon ment, megment a hosszú is, úgyhogy ez a mixelés, ez szerencsés volt az utána lévő években, úgy érzem, ez meghatározta, hogy szerettem a 1000 méteres távokat is, nagyon akár 240-re és 250-re, de szerettem a 6 naposokat is, ugyanúgy, ez mindenevő volt. Olyan statisztikát is olvastam, hogy hány kilométert futottál eddig le, ezeket te vezeted? Vezetem, igen, csak most egy ideje már el vagyok vele, 1270 versenynél tartok, de ebben a felkészülési versenyek is benne vannak, és 337 ezer kilométer idáig, 82 óta, ez már 40 év lesz most, egy kicsit mások már vezettem is itt a falon. 82-ben volt az a Futapest és a Vivicita, ott még pár verseny, ami még van, még az hiányos, utána már kezdtem jobban odafigyelni a beírásokra. Nehezebb ezt vezetni, igen, most már lassacskán ezeket részletezni, meg kélemezgetni szoktam nagyon, hogy régen mi volt, de nem szabad tényleg hasonlítgatni, mert más volt akkor a világ. 6-7 éve ezen már átestem, hogy igenis már nem tudok csak akkor versenyeket nyerni, ha nincsenek ott a fiatalabb ellenfelek, és ezen túlestem, és akkor fel se vetődött bennem, hogy mint sokfutóval ellentétben, hogy akkor abba hagyom, akkor, mert már nincs eredmény, már nem dobogó, hanem ezen átestem, és hát maradt a futás szeretete, persze már nem vagyok olyan eredmény, sőt már egyáltalán nem érzem magam olyan eredményesnek, mint régebben. A koromnál fogva is, de nem foglalkozok ezzel, annyira szeretem, hogy szinte nem is tudom szavakkal kifejezni, hogy mennyire. 70-80 versenyt azért még évente még mindig betervezem, hála az izületeimnek, meg a
meg hát a szülőktől, anyukámtól, szerintem tőle a gének. A versenyzés tart úgymond formába, és ha formába vagyok, akkor nem is tudok kiadni versenyt, imádok edzeni is, és hát azért imádok edzeni is, mert van sok verseny, mindig van cél, és ez működik. Nem tudom, hogy miért, de valamiért működik. Sok futónál ez nem, mert belefárad, belefásul, hogy futók között lehetek, nekem ez annyira pluszt ad, energiát ad, hogy érzem a szeretetet. Mennyire figyelsz már mostanában magadra, táplálkozásra, felkészülésre? Tudatosabb vagy, mint fiatalon? Már sokkal tudatosabb, úgy érzem, mert már kopik is a szervezet, érzem rendesen, azért ízületek is nem olyan rugalmasak. Sok mindent kell beszerezni táplálékkiegészítőkbe, és régebben tényleg még, ha csak a Spartatlont veszem, 24 liter kólával végfutottam, semmi ásványi sóbevétel, semmi, és se izomgörzstől kezdve semmi bajom nem volt, évekig, 10-20 évig semmi vitaminokat nem ettem, azt lehet mondani, és tényleg nem, orvosok szerint nagyon minimális kopás van, de most már az ürökre kell figyelni, igen, azért a csontoknak azért meg kell, meg a fehérjével, vegás vagyok 35 éve, azért ott is oda kell figyelni. Hogy és mikortól lettél vegetáriánus? A katonaságnál, Sirilla György könyvét olvastam, kiolvastam a katonaság alatt, egy nap alatt szinte. Az ő könyv annyira befolyással volt rám, hogy egyik napról a másikra szinte leszoktam a húsról. Nekem azóta tart, könnyű volt. Meséld el, hogy hány kupád van, hány érmet körülbelül, és az összes érmedet és kupádat mindig látod egyszerre a szobádban, ez fontos számodra? 494-et számoltam valamelyik nap, de ebből még van a másik szobában is vannak. Érem az 800 körül számoltam az érmét, de még abban sem vagyok biztos, mert annyira több helyen van elrakva a másik szobában is. Persze fontos, igen, ez a hálószoba és ez a nappalink is egybe, és ha felkelek reggel, akkor tényleg akármilyen kedv, ha rossz kedvem van, ha nincs, minden nap azért elmegyek futni. Kedvet adnak, megjön a kedvem, megjön az ihlet, és akkor rájuk nézek a kupákra. Tényleg nem a győzelmek számítanak itt, hanem azt, hogy teljesítettem, ott voltam, megcsináltam, és ezek annyira erőt adnak a mindennapokba. Spanyol kupák, amiket látszik, az emeletes kupák, 6 spanyol, 2 van itt. Ezen az oldalon, 3 van ott, és még van belőle még egy középen. Az 7-szer sikerült nyerni, 7 órán belüli idő volt egy kivételével, az mindig van, arra tényleg vannak nagyon örülök, hogy így összejött az a nehéz verseny, úgymond, azt mindig szerettem arra járni, mert annyira extrémnek mondható. Talán ez az egy verseny, amiket 7-szer nyertem, igen, ez a Madrid. 6-nál megállt a Bécs-Budapest, megállt a Fertőtó, 100-as OB-ból voltak itt Tencsen, azokat sikerült úgymond, akkor az országos csúcsok, amik remélem, hogy mi hamarabb meg lesznek majd döntve. A 24 órás, igen, az a szegedi EB volt, amit a Boris Tomi most javított meg, hála Istennek. Úgyhogy jönnek a fiatalok, ez a lényeg, hogy jöjjenek, döntsék meg a csúcsokat, ezért vannak a csúcsok, hogy megdöntsék. Hány csúcsod áll még, amit még nem döntöttek meg? Van olyan? Még a 100 kilométer. Szerintem ez csak időkérdése. Melyik volt eddig a leggyorsabb 100 kilométered, a leggyorsabb maratonod? A 6.31 volt itt Tencsen az a 100 kilométer, a maraton az a 2.19 volt. Volt még az Elvér maratonon 2.21 körül, de ott akkor elég stabilan azt a 2.20-as időt, azt 2.22.20 körül tudtam, és ezt hál' Isten el tudtam vinni a 100 kilométerre is. 18. volt a Békés Csabáról, azt szintén nagy kedvenc versenyei még egyike. Már csak azért is, mert Békés Csabán töltöttem el nagyon sok évet az Egyesületben. Tóth Sándornak köszönet is ezért, hogy voltáli keményedéseket készített nekem, de edzeni is szerettem nagyon sokat. Ha az edzőm 300 kilométert is edzente, akkor 300-at edzettem, úgyhogy ő érezte rajtam, hogy akár rám lehet bízni, és akármilyen edzést el lehet végeztetni velem. Csak tényleg egy példát, hogy 60 kilcsi délelőtt 4 percre, vagy 3.40-re, és akkor délután pedig 10 kilcsi max, az meg 33 percre voltak ilyen edzések. Ebből lett az a 100-as 6.31, meg ebből lettek a jobb eredmények. A gyorsaság az nagyon fontos, utána 24 órára is tudtam hasznosítani a 100 kilométert 24 órára. Ezt a 2.61-et is csak azért értem el, mert jó voltam maratonon, jó voltam 100 kilométeren is 24 órára, úgyhogy minden mindenre összefügg, most már érzem.
Mikor futott az első százas? 88-ban. Igen, ez a második hely volt. 7 óra 6-ot sikerült akkor. Akkor nem tudtam, hogy vannak Magyarországon ilyen hosszú versenyek. Akkor volt a Kiskirályernővel, a Péter Polák lett a második. Úgyhogy ez egy meghatározó volt akkoriban. Az első 24 órásom Milton Keynesben, Angliában, egy bevásárló központban szervezték a világbajnokságot. Én voltam a Sipos Pista, ketten voltunk a magyar csapatban, és hát ez is egy szép emlék, mert hát az első 24 órás az emberben mindig megmarad. És már márványon kellett futnunk, az volt a lényeg, hogy hát a lábunk az kikészült egy 600 méter, 550 méteres körpályán futni 24 órát márványon, kanyarokkal teli tűzdelve. Ferenc a Fajnzáron szerettem járni 100 kilométerre, csak ütközött a Békés Csaba Araddal. Ez a verseny, erről csak újságcikk van, Portugáliában volt egy 6 órás, erről azt kell tudni, hogy 6 órát futottunk szombaton, lement a 6 óra, irány a repülőtér, és másnap futottunk egy 100 kilométert a szokásos spanyol 100 kilométeres Madridba. Ez a 6 óra szombaton, és akkor a 100 kilométer vasárnap. Úgyhogy fiatalon nagyon szerettem az ilyen extrém kívásokat, úgymond. De itt nem is az volt a nehéz, hogy a táv maga, hogy futni 85 kilométert szombaton, hanem meg másnap 100, ez a Bécs-Budapesten is volt már ilyen, hanem hogy utána utazni, elméletést megvárni Portugáliába, és akkor másnap elszoldalni egy nehéz versenyre, utazás, és ez fiatalon még működött, most már el sem tudnám képzelni. A nevezéssel kaptuk ezt a titkot, és mindenkinek, hát nem volt kötelező hordani, de hát én hordtam is, és nagyon jó érzés volt benne futni, meg hát most is jó érzés elővenni, hogy én már 30 éves trikó még mindig állja a sarat. És hát szeretném ezt majd fölvenni megint szeptember 25-én, ebbe futni.